A Magyar Polgári Szövetség elnökének Rácz Szabó Lászlónak a kezdeményezésére ma Zentán közös megbeszélést folytattak a VMS elnökének Pásztor Istvánnak a kivételével a többi magyar párt vezetői. A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségéből Csonka Áron, a Vajdasági Magyar Demokrata Pártból Ágoston András, a Magyar Remény Mozgalomból Kispalkó Szilveszter, alelnök, és a házigazda a Magyar Polgári Szövetség részéről pedig Rácz Szabó László. A megbeszélés fő témája a pártfinanszírozási törvénynek a magyar érdekvédelemre gyakorolt hatása volt, de a jelenlevők tárgyaltak a pártok bizonyos témakörökben megvalósítható együttműködéséről is. Az ülésen javaslat hangzott el a VMDK részéről arra vonatkozóan, hogy a mai összejövetelen résztvevő pártok egy új csoportosulást hozzanak létre, s így talán közösen eleget tehetnek majd a pártfinanszírozási törvénnyel előírtaknak. Erre a témára kapcsolódva Ágoston András, a VMDP elnöke felvetette, hogy talán más kisebbségi pártokkal is fel lehetne venni a kapcsolatot. Az ülés adásunk időpontjában ért véget. Közös megegyezéssel a négy magyar párt legközelebbi együttes ülését július 30-ára tűzte ki.